Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Kisbenedek József biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár, és mindenek előtt, és nem utolsó sorban volt katonai attasé. Volt katonai attasé békében, és olyan helyen is, ahol éppen a béke a végét járta, és mindenféle egyéb dolgok keletkeztek. Napjainkban szinte nincs olyan magáradó televízió vagy rádió hírközlési eszköz, aki nem kérdezné meg a véleményét az orosz agresszióról, az ukrán védelemről vagy az ukrán ellentámadásokról. Mi is ezt tesszük most. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! De mielőtt ezt tennénk, nagyon érdekel engem, hogy mi történik a törökökkel, hisz ön az évek során elemzi is azt, hogy mi történik. A török elnök ugye hallani nem akar a két ország csatlakozásáról a NATO-hoz. Ennek gazdasági elképzelései vannak a török elnöknek, vagy miért teszi ő, vagy egyszerűen valakinek az óra alá borsot akar törni? Hát elsősorban gazdasági elképzelései vannak, mert nyilvánvaló, hogy nem lehet olyat mondani, hogy Svédország és Finnország terrorizmus támogató országok csoportjába tartozik. Ezt közölték is vele a finnek is, és a svédek is, ez az egyik dolog. Ő megnevezte a csoportokat. Csoportokat, tehát tudjuk, hogy nyilvánvaló itt a PKK-ról van szó, mint az egyik szervezet, a másik pedig a YPG nevű szervezet, amire ők azt mondják, hogy terrorszervezet. Hát van olyan is, tehát a YPG-nek van egy olyan részleg, amely nyilván terrorizmus szervezésével foglalkozik. Ő viszont sokáig otthont adott a Hamasz terrorszervezetnek. Hát a Hamasz terrorszervezet nem volt ezekben az országokban, de vannak a gülenistek. Nem náluk, ő igen, a török persze, elnök. Tehát, most viszont, már elküldte őket. Viszont vannak a gülenisták, akik tulajdonképpen szerte megtalálhatók a világban, és akár az Egyesült Államok is elég sokan élnek, de most akkor azt lehetne mondani, hogy nem áll szóba az amerikaiakkal sem, mert a gülenistákat befogadja, tehát ez egy elég fura dolog. Nyilvánvaló itt attól is tart, hogyha belép ez a két ország a NATO-ba, már pedig ezt kezelhetjük nyugodtan úgy, mint tény, akkor azt lehet mondani, hogy egy hadipari vetétás is fellép a szövetségen belül, és lehet, hogy nem feltétlenül a török eszközöket fogják megvásárolni, hanem esetleg a finn, meg főleg a svéd haditechnikai eszközöket. Na itt most a NATO-ról lát beszélünk. Lát egy vetétársat ebben a két országban. Tehát tulajdonképpen kihasználja azt a lehetőséget, ami abból adódik, hogy egyénileg szavaznak az államok, ugye és a parlamentnek is el kell fogadni. Csak ne felejtsük el, hogy Törökországban jövőre választások lesznek. Tehát mire ezt jóvá kell hagyni, minden ország parlamentjének ugye jóvá kell hagyni, nem is biztos, hogy Erdoğannak fogják hívni a török elnököt, bár egyelőre mindent elkövet annak érdekében, hogy megmaradjon a hatalma. Hát szerintem nem mindent, hanem annál is sokkal többet elkövet. Reformokat vezet be közel-keleti országokkal, akikkel idáig nem barátkozott, most hirtelen újból barátságot. Készül a választásra, és ez sok mindent megmagyaráz, többek között ezt az esetet is. Én úgy gondolom, hogy őt azért meg lehet győzni. Csak szeretném emlékeztetni a kedves nézőket arra a vitára, ami a migránsválsággal kapcsolatban az Európai Unió esetében történt. Tulajdonképpen azért rá lehetett venni arra, hogy elfogadjon különböző javaslatokat, és úgy gondolom, hogy ezen a területen is így lesz. Tehát, hát azért a közel 3 millió bevándorló ér, aki ideglenesen ott állomásozik nála, komoly összegeket kapott az Európai Uniótól. Hát meg is kapta, majdnem mindent, tehát tulajdonképpen próbál még egy kicsit tovább menni ezen a vonalon, és ha lehet, akkor valamit próbáljunk ki sajtolni, nem csak az Európai Unióból, hanem mondjuk a NATO-ból is. És akkor, ha már Erdoğanról beszélünk, akkor milyenek az ő kapcsolatai ma Putyinnal? Hisz azok vagy nagyon jók, vagy fönn vannak a csúcson, vagy len vannak nagyon a pincében. Azt mondanám, hogy ambivalens a kapcsolat. Tehát vannak területek, ahol együttműködnek, rá van kényszerítve, mondjuk például energetikai témában, de hát tudjuk azt, hogy Ukrajnának a Bayraktar drónokat azért odaadták,
ami azt jelenti, hogy nem kifejezetten nagy örömet okoztak ezzel Putyinnak, tehát ebből lehet azt látni, hogy mind a két oldalra próbál játszani. Tehát ez a kettős játék, amit az Erdogan folytat, az azért elég nyilvánvaló. Oroszok számára is tudják helyre tenni, tudják kezelni, meg az ukránok számára is. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy a Boszporus fölött uralkodnak. Tehát, hogyha úgy dönt, hogy a Boszporus lezárja, akkor a hajók nem tudnak menni. Hogyha a hajók nem tudnak menni, akkor probléma lehet mondjuk a gabona szállításával, akár Oroszországból, akár Ukrajnából, és hát nyilvánvaló, hogy ezt a kérdést is kezelni kell, mert súlyos válságot okozhat elsősorban Közel-Keleten, de máshol is. Közel-Keleten és egész Fekete-Afrikában. Az ukránok azt állítják, hogy az oroszok lopják a gabonáikat, és most, hogy a tengerre való kilépést meggátolják, ellenőrizetlenül szipkázzák el nekik azokat a fölraktározott szállításra kész gabonákat. Ez hihető? Hát szerintem részben hihető, mert azért előfordult már, hogy nem az oroszok és nem az államról van szó, hanem egyes emberek és egyes szervezetek, el tudom képzelni, mert ebből az jó pénzt lehet csinálni, ahogy az üzemanyagot ellopják, ahogy a harckocsikból kilopják a rezet, ugyanúgy elképzelhető ilyen változat is, és hát most a olajfegyver után jön egy másik fegyver, amit úgy hívnak, hogy gabonafegyver, és hát ugye ebbe a kategóriába beletartozik a búzán kívül még a kukorica és a napraforgó, mint alapvető élelmiszernek felhasználható nyersanyag, és hát ennek a világban nagyon komoly értéke lesz. Enni viszont kell, kenyeret sütni kell, ahhoz viszont búzát kell biztosítani, és hát pillanatnyilag Ukrajnában nem tudják elszállítani a búzát, vagy legalábbis nagyon korlátozott mennyiség. Hatalmas mennyiség. 25 millió tonna van, ami a tavalyi évről maradt Ukrajnában. De tudnak kimenni a tengerre? Hát le van zárva a tenger, mert hogy az oroszok blokkádot alkalmaznak. Most abban fognak megegyezni, hogy ezt a blokkádot fel fogják törni. Britek ugye felajánlották, de más országok is, tehát ehhez csatlakoznak olyan NATO országok, akik haditengerészettel rendelkeznek, és ettől kezdve azt fogjuk látni ezen a vonalon is, hogy a búza szállítmányokat hadihajók fogják kísérni. Tehát össze fognak állni a hajó, az elején egy hadihajó, végén egy hadihajó, és mennek abba az irányba, ahová éppen szállítani kell. Ebbe azt hiszem meg fognak egyezni, és most már egy olyan nagy ország, mint Egyiptom, és azt mondta, hogy igen, az egyiptomi haditengerészet részt fog venni ennek a biztosításába. 100 millió embernek ennek kell adni. Józsi, tisztázzunk valamit. Azt mondtad, hogy ez egy orosz-ukrán háború. Majd megmagyaráztad, és megértettük, hogy az még nem beavatkozás, hogy bizonyos országok fegyverekkel látják el az egyik oldalt. De abban a pillanatban, amikor nem orosz és nem ukrán hadihajók érkeznek meg egy olyan területre, egy olyan tengeri kikötőbe, amit orosz hadihajók lezártak, és az ő területének tudják, és ott ezek a hadihajók be akarnak menni, vagy bemennek, és ki akarnak jönni, ott már egy katonai konfliktus helyez lehet. Ez már nem a beavatkozás? Ez szerintem nem beavatkozás. Azért nem beavatkozás, mert biztosítani kell a szállítmányokat. Tehát, hogyha az élelmiszert lezárjuk, akkor attól kezdve... Agyonbombázott légópincékből emberek kimenekítésében sem tudott megegyezni a két fél sokáig. Hát ők nem tudtak megegyezni, ezért kell egy külső segítség, és ezért segítik. Hát, és soha nem mondtam azt, hogy ez ukrán-orosz háború. Én mindig azt mondtam, hogy ez egy amerikai és orosz háború, proxy háború, sokan ezt nem fogadják el, de itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a két szembe álló fél azért a két nagy hatalom, és hát nyilvánvaló, hogy Ukrajna és Oroszország között megvannak azok a vitás kérdések, amiket sajnos diplomáciai úton eddig nem tudtak rendezni, és ezért pillanatnyilag a fegyverek kiaszó nem tudom megmondani meddig, de még egy jó darabig egészen biztosan, mert valaki megengedheti magának azt, hogy győzzön, vagy a másik fél meg azt mondja, hogy ő nem engedi meg a másiknak, hogy győzzön. Tehát itt tulajdonképpen mind a két fél, és most amerikaiakról beszélek, győzelemre törekszik, és hát ennek viszont nagyon komoly ára van. Ebből viszont következik olyasmi, ami érinti a világot. Érinti az energia szempontjából, olaj és a gáz szempontjából, érinti az élelmiszer szempontjából. Hát ez alapvető élelmiszere van a világnak. Hát a gabona az alapvető élelmiszer. Tehát. A kérdés az, hogy hány ilyen silót bombázott már le az orosz hadsereg? Ezzel nem dicsekszenek, és ezt nem lehet tudni pontosan, de előfordult már ilyen, hogy
hogy lebombázták, ami nagyon szomorú dolog, mert hát itt tulajdonképpen egy olyan alapvető élelmiszer. Ez olyan, mint egy gyógyszergyárat lebombázni. Nem Ukrajnát, hanem más országokat is. Pont te mondtad az előbb, hogy akkor, és Fekete-Afrika, Közel-Kelet. Hát, hogyha nem tudnak szállítani, valakinek közbe kell avatkozni. Hát Egyiptom éhen hal. Hát ezt én mondom, hogy itt közbe kell avatkozni, és ezt nem szabad megengedni. Tehát tulajdonképpen ezeket a szállítmányokat úgy kell kísérni, mint aki volt Egyiptomban különböző busztúrákon, az látja, hogy 40-50 buszt szépen felsorakoztatnak, elején megy egy rendőrségi vagy katonai autó, közepén, végén, és lezárják az utakat. Na most valahogy így fog kinézni ez a tengeren, aminek természetesen van egy folytatása, egy következménye, mert többbe fog kerülni a búza. Mert azt, hogy a haditengerészet... De legalább lesz. De legalább lesz, így van. Itt a kérdés csak az, hogy az orosz hadsereg ölbetett kézzel fogja ezt nézni, hogy hadihajók és szállítóhajók jelennek meg, be fogják-e engedni őket, milyen ütközések lesznek. Bocsánat, ott. Ő meg oda megy ukrán vizekre, tehát tulajdonképpen akkor most mi a probléma? Az oroszok oda mennek olyan területre, ahol úgy nem sok keresnivalójuk van, és blokkádot alkalmaznak. No-go zónának számít most már a Fekete-tengernek az a térsége, ahol egyébként nemzetközi szállítmányok mennek. Most úgy nem tudok bemenni a kikötőbe, hogy megkerüljek utakat, hát ott hajóútvonalak vannak. Hajók is úgy mennek, mint a repülők, hogy adott irányunk és nem össze-vissza. Értem, igen, azt is néztem, hogy ez mennyire bénítja meg például a Közel-Kelet áru ellátását, és láttam, hogy tegnap este 12 órakor például 62 hajó várt kipakolásra izraeli nagy kikötőkbe, és ilyenkor szokott 150-200 várni. Tehát a forgalom nagyon lecsökkent. Igen, hát eleve korlátozások miatt azért lecsökkent a forgalom, no, de szállítani kell. Tehát a hajó szállításnál, a tengeri szállításnál olcsóbb megoldás pillanatilag nem létezik, és egy hajóra azért borzalmas mennyiségt fel lehet. Nem lehet a közút rátenni ezt. Lépjünk vissza, az orosz haderő újabban nagy erővel kötött pályás közlekedési vonalakat, menekülési vonalakat is, magyarul sínpályákat is bombáz. Igen, előbbre léptek ezen a területen is, ami azt jelenti, hogy nem csak az elektromos létesítményeket, tehát a villanymozdonyok ne tudnak járni, próbálták ugye több alkalommal és több helyen, nem csak Kárpátokra, csak egy volt, több helyen is próbálták tönkretenni. Na most pályákat is bombáznak, nyilván ebben benne van az, hogy a szállítmányok nyugatról érkeznek, az orosz szél pedig elég világos, meg kell akadályozni azt, hogy ezek a szállítmányok akár raktárakba, akár egy célállomásra elérkezzenek, és azért Ukrajna nyugati határától elmenni Donbaszig, ahol most szükség van a haditechnikai eszközökre, elég szép távolságot kell megtenni, ha valaki ezt vonattal próbálja megoldani. Fent említett környék vesztésre áll az oroszok szerint. Ki áll vesztésre? Az általad említett térség. Hát egyelőre úgy néz ki, hogy az oroszok egy elég intenzív támadást indítottak, új módszereket vezetnek be, tehát nem ezen a széles fronton történő támadással találkozunk, hanem összpontosítanak pontosan egy adott helyekre. Tehát ez most már a harmadik alkalom a háború kitörése óta, hogy... Módosítanak, igen. Most belátták azt, úgy látszik, hogy nem lehet egy ilyen széles fronton támadást indítani, és ott se előbb, mint elérni. Összpontosítanak kiemelt helyekre, és ott próbálják az ukrán védelmet áttörni. Az ukránok viszont egy mozgó védelemmel próbálják ezt megakadályozni, és azt lehet tapasztalni, hogy nagyon kemény harcok vannak, bevetik a légierőt is az oroszok, bevetik a tüzérséget, ami nekik bőségesen rendelkezésre áll, és hát tulajdonképpen tudnak, nagyon heves harcok. Ellenállni. Ameddig fegyvert kapnak nyugatról, tehát addig ellen tudnak állni, az egészen biztos. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és visszavárunk. Nagyon kellemes hétvégét neked, de ha Istenben is valami baj van, akkor hívunk téged Skype-on. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában dr. Kisbenedek József biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár, volt katonai attasé, volt stúdiónk vendége. Békésebb helyre megyünk, következő vendégünk egy egyetemi tanárnő, Endrózsa Erzsébet, akivel az iráni helyzetről fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk!